Köszöntöm ezeket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, tudatipari talkshowja. A mai vendégem Dömsedi Gábor, televíziós személyiség, műsorvezető, ex-polgármester, politikus, országgyűlési képviselőjelölt is. Fog mindenről beszélgetni majd vele. Mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes vágatlan verzióját is az interjúnak, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Sok szeretettel köszöntöm Dömsedi Gábort a stúdióban. Szervusz Gábor, köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, meg hát ezeket a jelzőket is köszönöm. Egy kimaradt, a bukott mindegyik elől. Tehát azért végül is mindegyikben egy kicsit megbuktam. Előre szaladtál, fogunk majd erről beszélni. Hála, miért gondolod azt, hogy ez egy bukás lenne egyáltalában? A televízióval kapcsolatban mi az ősélményed? A televízióval kapcsolatban az, hogy a szomszédban volt egy tévé, és oda jártunk átnézni, és Mátra Szent Imrén nézzük a Táncdal Fesztivált, ahol Kovács Kati megnyeri a döntőt, és a nagyanyám azt mondja, hogy hogy dagadnak a nyakán az erek. És utána minden vitrai. Mennyire... volt az első tudatos reflexiód arra, hogy amit ő csinál, az valami kivételes teljesítmény? Hát ezt nem nagyon tudom megítélni, mert engem anyukám szellemisége nagyon befolyásolt, és nem is mertem vele vitatkozni. Később már ellent mertem neki mondani. Hány éves korodtól kezdve? Mikortól mertem ellent mondani? Hát velem nagyon sok probléma volt, mert engem már általános iskolából is kirúgtak. Tehát az általános iskolában, az első osztályban 2 hét után azt mondták, hogy menjek át egy másikba. Tehát így az A-ból átkerültem a B-be. Tehát mit tudtál te művelni 7-8 évesen? Hát beszéltem. Hát beszéltem, és mindenről volt véleményem, határozott véleményem. Tehát szerint... órát tartani melletted nem lehetett? Hát... mellettem lehetett, csak nekem nem. Tehát gyakorlatilag hányos korodtól kezdtél el beszélni? Azt nem tudom, de azóta nem nagyon hagytam. Mi volt az első szak akkor? Hát nem, mi erről nem beszéltünk. Tehát soha nem kérdeztem meg, hogy mi volt az első szavad? Soha nem kérdeztem. Ennél sokkal fontosabb dolgokat nem kérdeztem meg. Például mit? Például nem kérdeztem meg őket, például nem tudom azt, hogy apám mit csinált a második világháborúban, hogy került román hadifogságba. Tehát, erre bocsáss meg, ez nagyon fontos. Hát ez nagyon fontos, és nem tudom, nem beszéltek róla. A 56-ról... ez egy titok volt a családban? Véletlenül nem volt titok, de annyira nem beszéltek róla, hogy eszembe se jutott, hogy volt valami. 56-ot úgy emlegették, hogy az 56-os események. Tehát azt ki nem ejtették a szájukon, hogy ellenforradalom. Bocs, engem a családi titokképzés része érdekel, mert hogyha azt mondod, hogy arról nem lehetett beszélni, vagy nem beszéltetek arról, hogy az édesapád mit csinált a román fronton. Nem a román fronton, hadifogságban, arról beszéltek. Most már tudom, hogy mi történt. Na mi történt? 3 év után ebből a román hadifogságból valahogy kiszabadult, hát vélhetően úgy szabadult ki, hogy a felszabadító orosz hadsereggel együtt hazajött, tehát ott valamilyen módon velük valamilyen megállapodást köthetett, vagy belépett, vagy a fene tudja, hogy mit csinál, tehát nem ment Szibériába, meg nem végezték ki, hanem hazajött, és a Kossuth Akadémián, ami akkor indult, ott a tanszékvezető lett később. Tehát amikor 56 volt, akkor ő tanszékvezető volt és százados. Tehát állt előtte egy csodálatos pálya a szocialista hadseregben, de a Kádár esküt nem volt hajlandó aláírni. Ez egy fontos kérdés, mert ezt máshol is elmondtad, mert is elmondtad, azt is most is megerősített, hogy később viszont belépett a pártba. Tehát nem bánta meg, hogy igazából 15 év telt el talán a két esemény között? Szerintem több telt el. Ha több is telt el. Ezt megkérdeztem, erre rákérdeztem. Ezt nem tudtam hová tenni. Tehát a Kádár esküt nem írta alá, most hogyha megnézed a Kádár esküt, azt mondta, hogy ezt magyar ember nem írja alá. Mondta apám, majd anyámmal is megállapodtak ebben, hogy ezt magyar ember nem írja alá, és onnantól kezdve állati nehéz életük volt. Hát innen nézve még inkább értető az anyád dühe, hogy rámegy az életük bizonyos szempontból az anyagi érvényesülés tekintetében arra, hogy az apád hoz egy morális döntést. Igen. Majd az egyetlen dolgot, amit végül is egyébként meg tudott volna ebből tartani 17 év vagy 15-16 év után, odadob. Ez nagyon érdekes, hogy egyrészt anyám, bár megbeszélt apámmal a dolgokat, nem befolyásolta ilyen dolgokban. És miért lépett be egyáltalán? És én megkérdeztem tőle, és azt mondta az apám, ez volt a válasz, hogy mert még soha nem volt olyan jó a magyar parasztember élete, mint most Kádár alatt. Ő azt látta otthon Csengődön, hogy most milyen jó a parasztember élete, és megbocsátott Kádárnak, vagy máshová helyeződött a súly, tehát, és apám, anyám meg nem mondott el semmit, de utána anyám is belépett a pártba, ez volt a baromi szép a történetben. Azt a végén. Mondod, hogy kisgyerekkorod óta, amióta beszélsz, folyamatosan beszélsz? Hát van néha szünet, amikor
más kiharcolja magának ezt a jogot. Például Tordján József néha meg tudott mellettem szólalni. De én azt gondolom, hogy egy kisgyerek alapvetően azért beszél, hogy így vegyék észre. Kellett küzdened neked a figyelemért a szüleid részéről? Nem. Nem, nem. Ez nálam ilyen sérülés, betegség. Ez egy betegség. Ez egy logománia, azt hiszem, az a neve. Ennek mi a nehézség az életedben? Hát az a nehézség, hogy amikor műsorvezető voltam, akkor nagyon nehéz volt engednem szóhoz jutni a riportalanyt. De a magánéletben, majd beszélünk a szakmai részben, de a magánéletben ez milyen nehézséget jelent? Hát azt, hogy emberek ott hagynak a fenébe, tehát már nem bírják. De soha nem analizáltattad ki, ennek mi lehet az oka? Vagy téged magadat sem érdekelt, hogy ez mi miatt alakulhatott ki? Hát nekem tök mindegy, nekem jó, hogy elég jól megéltem belőle, tehát. Milyen reflexióra készített azt, hogy igazából a 20. század két nagy találmánya, talán a két legnagyobb találmánya, voltak mások is, de ez talán a két legnagyobb találmánya, a gépjármű, a belső égésű motoros gépjármű, és a televízió készülék. Tehát igazából te a 19. században valószínűleg nem ezeket a foglalkozásokat űzted volna, mint amit űztél. Milyen a viszonyulásod ehhez? Hát ott ezen még soha nem gondolkoztam, de éhen haltam volna. Tehát egyébként én az autónak nagyon sokat köszönhetek, mert egyrészt tényleg mániám, és beutazhattam a világot az autónak köszönhetően, mert az autó bemutatókat általában jó helyeken tartják, és ezekre meghívtak. Tehát ez egy nagyon nagy szerencse. Már nem érdekel az autó. Mióta nem? Hát az autó tovább érdekelt, mint a nők. Nagyon, már évek óta nem érdekel, 5-6 éve egyáltalán nem érdekel, de lehet, hogy 10 éve. És a televízió, olyan értem, hogy az megváltozott a szerepe a társadalomban, de mit gondolsz arról a médiumról, ami igazából a te karrieredet is megépítette, és ami nélkül igazából elképzelhetetlen volt a második világháború utáni, nem tudom, euróatlanti nyilvánosság alakulása? Hát én a televíziót azt imádom, tehát most biztos, hogy másért szeretem, mint korábban. De mert professzionalizálhatod a narcizmusodat, vagy valami más oka is van ennek? Mit mondtál? Professzionalizálhatod a narcizmusodat? Igen. Erre készültél? Ezt leírtad magadnak? Vagy ez olyan volt, mint a hasznos hülye, hogy csak úgy jön? Ezt nem így akartad mondani, Márton. De ezt pont így akartam mondani. De időt nyertem, hogy gondolkozzam. Tehát, hogy miről szól neked a tévé azon kívül, hogy... Professzionalizáld? Ez erről. De már nem. Már nem. Már nem tévézel? Már nincs nácizmusom. Amit tévéztél azon kívül, hogy láthatóvá válsz és hallhatóvá nem válsz? Nem érdekelt. Én a hatása miatt tévéztem, amit el lehet vele érni. Hát de az is a narcizmus része. Engem nem az érdekelt, hogy engem felismerjenek és szerepeljek. Vannak ilyen kollégák. Tehát például nem fog megsértődni, mert egy neves kolléga, Juszt László, aki nekem közvetlen munkatársam volt, ő nem bírta ki, hogy nem ismerték meg. Elment 3 napra Bécsbe, és 2 nap után hazajöttek. Most ez lehet, hogy nem igaz, de én így mesélem. 2 nap után hazajöttek, mert nem ismerte meg senki. Tehát, szerintem egyébként a te pályádat közelről... Szóval nem a narcizmus, a tenni akarás, esküszöm neked, jól hangzik, a társadalmi érdeklődés, a tenni akarás, mi az iskolában is ez volt, ezért rúgtak ki mindig, én szót emeltem a többiekért, hogy tegnap színházban voltunk, nem tudtunk készülni, ne írjunk dolgozatot. Ez bennem volt ez az érdekvédő funkcióban. Ha akarták, jó, hanem megvédtem az érdeküket, de nem akarták, de mi megvédtem. Fogunk erről is beszélni meg. Ugye, tehát, hogy a pályádat felületesen ismerők számára lehet, hogy meglepetés lesz, hogy te igazából a Magyar Rádióban kezdted a munkádat. Hát ott lehet megtanulni. És én azért kerültem a Pásztor Magdihoz, mert tudtam, hogy a Pásztor Magdinak van saját műsora, és oda esetleg majd tudok riportot csinálni. És ez teljesen be is jött. Mester Ákoson milyen emlékeid vannak, aki akkoriban a 128 órának volt a legendás? Csak jó. Hát az fantasztikus. Szerkesztő. Amikor a Mester Ákos azt mondta nekem, hogy tegezhetem, akkor a következő történt, ez a 7-es számú meghallgató stúdióban volt, azt mondta, hogy ez egy jó riport, riporter lettél, mostantól tegezhetsz. Megfogtam az ajtót, kinyitottam, becsuktam, és neki mentem, komolyan. Tehát nem tudtam, tehát kinyitottam magam előtt az ajtót, igen, becsuktam az ajtót, és neki mentem. 25 éves voltam, vagy 24, a meghatottságtól. Tehát annyira nem tudtam, hogy hol vagyok attól, hogy a Mester Ákos tegezhetem. Mi volt ez a riportod, amiért nem tudom. Befogadott a szakmába. Nem tudom. Azt tudom, hogy mi volt, amiért nagyon letolt, ami úgy kezdődött, hogy itt állunk a nem tudom én milyen gép mellett. Na azt mondta, hogy ilyet még egyszer, hogy itt állunk a... Semmi.
De mondjuk, akkor játsszuk már ezt el, mondjuk itt vagy ebben a stúdióban, ezt egy rádióhallgatónak, ugye hallgattak minket podcast formában is. Hogyan írod le, hogy hogy néz ki a környezet? Hát itt vagy riport alanyként te, és én vagyok a riporter, akkor azt mondom, hogy elég furcsa ez a stúdió. És akkor erre te mondasz valamit, hogy igen. De miért van ebben ennyi televízió készül? Valahogy elkezdett. De ezért letolt, ezért nagyon letolt. Nem voltak ilyen fordulataim egyébként. Hát egy másik nagy letolást azt 85-ben kaptad az úgynevezett berhidai földrengés miatti riportod okán. Hát egyrészt, másrészt meg nívódíjat. Erről beszámolt a Magyar Televízió is, azt a felvételt megtaláltuk. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan tudósított róla a tévé akkoriban, és aztán beszélgessünk erről az esetről. Augusztus közepén megrázó napokat éltek át Közép-Dunántúl települései. Megmozdult a föld. Kárcsen vezett a Fülei Református templom is. Másfél óráig forzott a torony. Akkor a hátsó padot láttam. Harmadszor elérkeztem az urasztalához, akkor néhány téglát láttam, gondoltam, hogy a mennyezet leszakadt. Negyedszerre bementem, akkor már orgona sipokat láttam, de az orgona csúcsát nem láttam. Por volt ott, mégis titokzatos félhomályban ez a tátongó nagy üresség a mennyezet leszakadása. És Laci fiam ment be ötödszörre, azt mondta, apa, a gerendák látszanak. Orgona eltűnt. Szörnyű látvány volt. Az 1985. augusztus 15-én bekövetkezett földrengés eseményeire az állami biztosító adóvalójára. És amikor egy hónap eltelt a földrengéshez képest, akkor fogtam magam, beültem az autómba és lementem Berhidára. És megnéztem, hogy elmúlt-e minden. És azt képzeld el, hogy miközben a tanácselnöknek hívták talán akkor a polgármestert, miközben csináltam vele a riportot, volt egy 3,5-es utórezgés akkor. És hát akkor kiderült, hogy nem állították helyre a károkat, hanem azóta is utórezgések vannak, és hogy leszerepelt a teljes polgári védelem, mindenki, az egész magyar állam, a segítő, mindenki. És akkor az Ilona ezt bemondta, őt le is vették a híradó műsorvezetésről, én meg leadtam ezt a riportot, én meg nívódíjat kaptam ezért. Később visszaküldött a főnököm, a Győri Béla, hogy a református templomok állapotáról csinálják egy ötrészes sorozatot a 7-5 napján. És a Győri Béla ilyen fő komcsinak számított akkor. De később mi épp szóvivő lett, igen. Már ilyen tendenciája akkoriban is? Meggyőződéses református volt és hívő ember volt, csak mi ezt akkor nem tudtuk. Én ezt egyébként provokációnak vettem. Tehát én azt hittem, hogy engem most fognak kirúgni ennek kapcsán a rádióból, de megcsináltam becsülettel, nem. Nívódíjat kaptam érte, tehát ezért kaptam a nívódíjat. Mikor volt az, amikor a Hárs megvédett? A Hárs, amikor a művese állomásokról volt szó. A Hárs a Schulteisszel szemben, a Mester Ákossal álltunk a Schulteisz egészségi miniszter szőnyegének a szélén, Mester Ákossal a főnökömmel, és nem adtuk ki az Informátort. És mondta Schulteisz Emil, hogy Isten nyugosztalja, hogy Mester elvtárs akkor utasítsa a kollégáját, hogy mondja meg, hogy ki az Informátor. És akkor a Mester Ákos azt mondta, hogy nem utasítom, és akkor felhívta a Hárs elvtársat, hogy a Hárs elvtárs utasítsa a Mester elvtársat, és akkor a Hárs elvtárs azt mondta, hogy nem utasítom. Tehát a Hárs István az egy ilyen rendes kommunista volt, úgyhogy ne általánosítsunk, hogy pártagok. Tehát nagyon sok becsületes ember volt pártagként is. Ez érdekes, hogy a miniszternek nem volt semmi ráhatása arra, hogy te ki tud adni az Informátort, ami alapján készítettél egy eredetű riportot, ami pontosan mi volt a riportnak a tárgya, mert ezt nem ismerem. Felhívott. Én voltam az ügyeletes a 168 órában, és felhívott egy beteg, hogy halnak meg a művese kezelésen a betegek, mert rossz szűrőkészüléket vettek. Akkoriban hasi dialízis volt, tehát nem ez a korszerű dialízis volt még, mint most, hanem hason keresztül, egy nagy lyukon keresztül ment a művese kezelés, tehát tisztították a beteg vérét, és azt talán 3 hónapig lehetett csinálni. És ez a férfi transzplantációra várt, és tényleg 1 vagy 2 hónap volt hátra az életéből, és amiatt, hogy nem a megfelelő módszerrel csinálták a vérének a tisztítását, ezért tudta, hogy meg fog halni. Nem érkezik meg addig a vese, amíg ez az egész kitart, és akkor én ennek utána mentem, és kiderült, hogy már akkor is kenőpénzek, meg umbulda, meg két
konkurens cég volt, az egyik ajánlatát fogadták el, a másikat meg sem nézték, a mintadarabokat meg sem vizsgálták, ott vannak a minisztérium pincéjében, és akkor én ebből csináltam egy tisztességes anyagot, 168 órában, amit le is adtak. És elmentem annak a klinikának, egy Balog nevezetű úr volt a nagyon nagy hírű professzor, elmentem hozzá, fogadott a klinika vezetője, most nem fogadna, és azt mondta, hogy igenis, mi minden nap halálos ítéletet mondunk, amikor döntünk arról, hogy melyik beteget kezeljük. És belemondta a kamera a mikrofonokba? A mikrofonba, igen. De ez tényleg érdekes, mert ezt valószínűleg nem lehet megcsinálni. Ez volt az utolsó mondat, ezzel zárult a riport. Hogy ez megbánta szerinted? Ő nem, mert ő csak az igazat mondta, tényleg halálos ítélet. Ez világos, de tisztában volt, szerinted volt benne szerinted médiatudatosság, hogy mit jelent egy ilyen mondat nem. A rádióban? Nem. Ez ma nem történetne meg, mert már a főszerkesztőt se adná le a rádió. Nem, mert ott kezdődött, hogy nem adna neked interjút a kórház igazgatója. Megcsináltam volna akkor is. Valaki felé... Még egyszer, nem látszik, hogy miért áll ez érdekében. Nem állt az érdekében a pártnak, baromira nem állt az érdekében a pártnak. Csak akkor, tehát egy diktatúráról beszélünk, az egy pártállami diktatúráról. Majd mégsem képes elérni azt, hogy az egyetlen szem rádióadójában milyen műsorok mennek le politikai szempontból? Egy Acél György volt a Demeter Szilárd, most nem tudom, hogy ki a kultúra vezetője, tehát azért az valaki volt. Tehát volt egy értelmiségi összetartás azért még a pártemberekben. Lehet tudni azt, hogy te a Híradóhoz úgy került, hogy fölhívtad az Acél Endrét, aki akkor a Híradónak volt a főszerkesztője. Igen. Miért volt ennyire nagy hatással rád az Acél Endre? Nem, akkor még nem volt nagy hatással rám. Hát az történt, hogy engem behívott a főnököm, az említett Győri Béla, és azt mondta, hogy közölte velem, hogy nem kapok fizetésemelést, és a kollégám, aki nálam rosszabb riporter volt, és egy hónappal előttem jött oda, ő meg kap fizetésemelést, és mondtam neki, hogy Béla, szerintem te ezzel valamit a tudtomra akarsz adni. És ez így hangzott el ez a beszél, és azt mondta, hogy igen, jól érted, Gábor. Mondom, és mit akarsz a tudtomra adni? Azt, hogy te politikailag megbízhatatlan vagy. És mondtam, hogy ha kíváncsi vagy rá, te meg hülye vagy. Eljöttem, kész. Hát ezzel én azt gondoltam, hogy lezártam a beszélgetést. Halálra piszkált a Béla, és akkor bementem, és mondtam, hogy Béla, érzem ezeket a finom célzásokat. Ja, nem kaptam prémiumot, meg nem fizették ki a túl, meg minden, hogy belém kötött. És mondtam, hogy Béla, értem ezeket a finom célzásokat, megígérem, hogy keresek magamnak egy munkahelyet. És azt mondta, hogy jó. De mondom, akkor addig hagyjál békén, 2 hét. Oké, tartotta magát hozzá, nagyon korrekt volt. És ültem otthon, hogy néztem a Híradót, és akkor másnap felhívtam az Acél Bandit, és mondtam, hogy én Acél Endrét keresem, kapcsolta a titkárnője, Dömsödi Gábor vagyok a rádióban. Miben segíthetek, mondta az Acél. Mondtam, hogy én nekem munkára lenne szükségem, de hogy elnézem a Híradót, maguknak is nagy szüksége lenne rám. És erre azt mondta az Acél, valami mondta, örömmel hallom, vagy rendben van, vagy valami, lecsapta a telefont, kikiabált a folyosóra, hogy Tardos, az a Tardos Júli volt, aki akkor ment át a rádióból a Híradóhoz, ki ez a Dömsödi? És én egy héttel később már ott dolgoztam. Általánosan mit gondolsz a MeToo-ról? Ezt azért is kérdezem, mert... Miről a MeToo-ról? Igen, mert dolgoztál politikában is, dolgoztál médiában is, és azért mindkét területen nagyon erőteljesen jellemző azt, hogy a hatalommal nagyon könnyű visszajönni azok irányába, akik nem rendelkeznek hatalommal. Hát most egy megdöbbentő dolgot fogok mondani, én ilyet nem tapasztaltam. Illetve igen, én követtem el, tehát éppen múltkor jutott eszembe, hogy én egy ilyet elkövettem. Volt egy kolléganőm, egy, lehet, hogy ismered a nevét, Jakubcsek Gabriellának hívják. Ismerősen cseng. Az maradt meg a nevéből, hogy Kupcsik, és én őt úgy hívtam, hogy a szép lábú Kupcsik. Na most ilyet nem lehet, ma már. De semmi tisztelet. Most, amikor egy televízió műsort megismételtek, aminek 14 évvel ezelőtt volt a felvétele, és ezt a Jakubcsekkel elmeséltük röhögve, mert 14 évvel ezelőtt ez még nem volt ciki. Ez ma már ciki. De nem lesz kiragadni. Miatt ciki, vagy a te saját meggyőződésed miatt ciki? Azért, mert átértékelődtek a dolgok. Tényleg? Teljesen átértékelődtek a dolgok. Tehát megváltozott benned, a világ. Vagy a közvéleményben? Benne, hát a közvéleményben kevésbé, mint bennem. Tényleg? Tehát szerintem én erre érzékenyebb vagyok, mint a közvélemény. De azt mondtad, hogy ez volt a legszexistább megjegyzésed valaha. Életemben? Igen.
Nem értél a rendszerváltástól akkor, 89-ben? Akkor még nem gondoltuk azt, hogy rendszerváltást. Amikor már láttad, hogy lesz. Hát én azt reméltem, hogy nekem soha többet nem kell politikával foglalkoznom. Komolyan. Tehát én azt hittem, hogy itt most már demokrácia lesz, és én foglalkozhatom azzal, amivel szeretek, autókkal, szórakoztató műsorokkal. És hát, ez jelentette neked a demokrácia? Nem, hát a demokrácia azt jelentette, amiben hittünk akkor. De az mi pontos? Hogy megvalósul. Hát azt látod például akkor, hogyha egy dolgot kell mondanom, a sajtószabadság. Határfeszegető műsort, nem, hanem már 83-ban, amikor még azért szocializmus volt erősen, már kicsit felvilágosultabb volt, de még szocializmus, nagyobb volt a sajtószabadság, mint ma. Ezt én állítom. Nagyon keveset lehetett elmondani, sorok között kellett beszélni, de mindenhol tudtál a sorok között beszélni, és eljutott mindenkihez. Most elmondhatsz bármit, itt nálad elmondhatok bármit, de csak egy szűk réteghez jut el. Szemben a miniszterelnök úrral, én sem nevezem nevén, én tudom, hogy hány nézője van a Partizánnak. De visszatérve a rendszerváltáshoz, azt mondod, hogy te küzdöttél ezért. Az mit jelent, hogy küzdöttél? Hát a küzdöttem ezért azt jelentette, hogy egy mocskos reakciósnak számítottam, csináltam a rendszer ellenes riportokat, amiket ők így fogtak fel, én meg úgy fogtam fel, hogy csinálok egy riportot azért, hogy az oktatás jobb legyen, csinálok egy riportot azért, hogy a szociálpolitika, hogy az egészségügy jobb legyen, tehát ezeket a csináltam egy riportot arról, hogy dopingolták a magyar sportolókat a sportkórházban rendszer szintűen. Hát ez óriási támadás volt a szocializmus ellen. Engem egyébként meg is figyelt a titkosszolgálat 30 éven keresztül, itt nincs olyan tévé a Color Star ügy miatt, mert csináltam egy riportot arról, hogy kigyulladnak a Color Star tévék. Hát ez rendszerellenes tevékenységnek számított, ma fogyasztóvédelemnek számítana, de nem hiszem, hogy le lehetne adni bárhol, mert olyan pert akasztanának a nyakamba, hogy az unokám is fizetné. A mából visszanézve, a rendszerváltásra kapcsolatos reményeid szerinted mennyire voltak megalapozottak? Teljesen megalapozottak voltak. Teljesen, lehetne ez egy jó ország. Én azt hittem, hogy az Orbán Viktor meg a Kövér László azt fogják képviselni, amit a nyakában akasztott táblával a Kövér László akkor képviselt, hogy jogállamban a pedagógus az első, rendőrállamban meg a rendőr, vagy valami hasonló van azon a táblán. Pont ebben a fideszes generációban bíztam mérhetetlenül. Hát nézd meg, hogy miket mond az Orbán Viktor, hát minden szavával egyetértünk, hogyha maradt volna annál, akkor itt ma demokrácia lenne. Ez elmúlt csak, hogy Orbán Viktor nem tartotta a szavát? Nem gondoltuk, hogy nagyon nagy számban silány, jellemtelen, önérdeket képviselő emberek kerültek a hatalomba. Azt hittük, hogy ők megbízhatóak, és arra figyeltünk, és azt gondoltuk, hogy azt fogják csinálni, amit mondanak. És ja, nem Orbán ezt, Viktor jelentelenek és silánynak tartunk? Ezt nem, befejezném a mondatot, és akkor utána a helybe megyek a giotinért. Tehát mi azt hittük, és ezért az értelmiségnek az a része, amelyik nem akart olyan nagyon politikus lenni, elengedte a politikát és rájuk hagyta, és kvázi kontroll nélkül hagyta őket. Mi a véleményem Orbán Viktoron? Mit kérdeztél? Silány jellemtelen figura? Hát nem ez lenne az első két jelző, ami eszembe jutna róla. Akkor mi az első két jelző, ami eszembe jut róla? Okos. A másodikat nem mondom, mert azért még beisperelhetnek. Nagyon negatív. Szomorú vagyok miatta, mérhetetlenül nagy csalódást okozott. Voltál híve neki valaha? Abszolút mértékben. Abszolút mértékben. Rajongója voltam. Voltam Fidesz szavazó az elején, persze. Egyszer még találkoztam is vele egy bulin. Hol? Hát a Fidesz kampányváróján. Egyébként szembe jött velem egy lakásban az Attila úton, ahol be voltak hűtve a sörök a fürdőkádba. És mondtuk egymásnak, hogy szevasz, akkor én voltam az ismertebb. Friderikuszról. Van egy ilyen mintázatati kapcsolatotoknak, hogy nagyon sokszor dűvel, haraggal beszélsz róla, máskor meg ilyen rajongói elragadtatással testvérednek írva le őt. De nincs ezzel semmi baj. Hát ez... Jelenleg milyen a viszonyatok? Semmilyen.
ilyen, hogy attól függ, hogy melyik történetet mesélem, hogyha olyan történetet kérdezzel, akkor valószínű, hogy dűvel, haraggal fogok róla beszélni, ha meg azt kérdezett, hogy jó újságíró, akkor dicsérni fogom, hogyha azt kérdezett, hogy milyen volt a viszonyunk, akkoriban testvéri volt. Tehát ezek mind van, ez egy ilyen dialektikus. Sok más ember az életedben, aki ennyire szélsőséges érzelmeket mozgat meg benned? Hát nincs több Friderikusz az életemben, hála a jó Istennek, tehát nem, nincs. A mából nézve kijelenthető, hogy a Friderikusz és Hajdú serpely voltam című köteted, az egy bosszú kötet? Hát ez nem jelenthető ki. Nem jelenthető ki, mert egyáltalán nem bosszú kötet. Én ezt úgy definiáltam akkor, hogy bulvártankönyv, valami ilyesmit mondtam. Egyébként meg, hogyha valami negatív dolgot akarsz az orromra húzni, akkor mi ez? Önterápia. Tehát az, hogy önterápia, az ki bosszúról szó nincs. Tehát bosszúról szó nincs. Önterápia. De elégtételt akartál azért ezzel? Abszolút. Mert elégtételt is vettem. Abszolút. Ez meg is történt. Tehát azzal, hogy leírtam, figyelj, Hajdúval ezt tisztáztuk, mi a Hajdúval most jó barátságban vagyunk, ezt tudom, hogy meg fog döbbenteni. Legutóbb most... Döbbenteket tele volt vele a sajtó. Soha nem volt a testvérem, soha nem volt a legjobb barátom, de... Most pótapaként hivatkoztál magadra. Igen, hát ez a Hajdunál kicsit pótapa vagyok, igen. A Friderikusz meg olyan volt, mintha az öcsém lenne. Inkább, mint a bátyám. De... Bocs, azt elismered, hogy elégtételt akartál venni. Te egyke vagy? Nem, hárman vagyunk. És jobban vagytok, mind a hárman? Igen. És ismersz olyat, aki a testvérével nincs jobban? Volt Persze. Már olyan? Na hát milyen kis ilyen a Friderikusszal, tehát a testvérem, de nem akarok. Miért familiárisnak írod le ezeket a kötődéseket? Miért familiáris? Mert az volt, tehát mi voltunk, tehát egy család voltunk. Tehát most ez nem azt jelenti, hogy én a Friderikusszal együtt laktam, mielőtt még címlapsztori lenne belőle. Hanem ő is így tekintett szerinted rád? Nem rám, ránk, a családomra. És ő nálunk töltötte a szilvesztereket, a karácsonyt nem, mert azt otthon Nyíregyházán, de a szilvesztereket nálunk töltötte, a születésnapokat ott töltötte. Tehát ő a mi családunk... Magányos ember volt? Nem. Hogy lehet magányos az, akinek ennyi rajongója van? Mert... Azzal csak igazán magányos. Akkor még nem, akkor még fiatal volt. Most lehet, hogy az, akkor nem volt magányos, mert mindig valamilyen rendezvényen volt, meg itt, meg ott, meg amott. Az bocs, de a családja az létezik. Az embernek nagy a társasága, de ettől még nagy a magánya. Hát létezik, de én szerintem nem volt magányos. Nem, ő egy társaságot igényel saját magát. Tehát önmaga rajongója, önmaga legfőbb kritikusa, önmaga legfőbb inspirálója. Tehát nincs a munkán kívül őt más nem nagyon érdekli. Erre mikor jöttél rá? Hát amikor megismertem az első percben. Ugye most januárban volt 30 év, hogy elindult a Friderikusz Show. Hát látod, és én ezt nem is tudom. Készült egyszer egy verkfilm igazából a Friderikusz Showról. Igen. Amiből most szeretném, hogy megnézzünk egy részletet. Benne vagyok? Erről. Benne vagyok? Biztos, hogy nem. Hát az csodálkoznék rajta. Showtime. Yeah. A reklám után szokásaitól eltérően nem igen komolyan szeretném folytatni. De rossz. Nem tudok így röhögésmentesen. Soha nem megy. Mit? Hát hiába megy a gép, hát ha nem tudok röhögésmentesen. Egyrészt először is azt látom, húzzátok le valahogy, mert a lábam szét van, csak így tudok ülni. Na ezeket. Tekergetsz engem, ugye? Borzasztó nehéz mellett dolgozni, de ugyanannyit vár el tőlünk, amennyit ő teljesít. És ezt szóval addig, ameddig az ember ezt látja, addig húz. Szóval itt nincs mese. Mondhatnám, hogy csöndes, halk, szelíd, toleráns, nem igaz, nem az. Vérszívó, kapitalista. Ez akkor volt felújítva, na valami mit hallott, ez nagyon komolyan mondom, meg fogom nézni. Koszosak és foltosak a fal. Ez a magyar televízióban szóval. Jó, légy szíves, csináljátok ezt. Keverjétek, már kezdjétek. Nézem, hogy kik berúg bele. Hát
ez egy nagy gépezet, mindenki csinálja a dolgát, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni magából, és mindenki megpróbálja azt megtenni, amit a Sándor megtesz. Ezek a konnektorok ugye nem így fognak égtelenkedni alattam. Hát, nem lehet valahogy elrendezni, nézd meg ennek a... Tehát akkor meg kell hosszabbítani, de ez a mérhetetlen harmónia, amit dúl. Bejövök és ezzel fogom kezdeni, takarítok, szóval ezt nem fogom hagyni. Ami nagyon furcsa, hogy nem vagyok fáradt. Tehát... Jézus vagyok. Kezdek arra gyanakodni, ez a legújabb gyanúm, hogy valamelyik nap olvastam egy Jézus. Ilyen tudományos vagy féltudományos cikket az UFO-król, meg az UFO-nautákról, hogy tán UFO-nauta vagyok. Igen, vicc. A Kun Zsuzsa, a rendező, aki ott volt, őre emlékeztünk most, múlt héten, szombaton, mert nagyon fiatalon meghalt, és hát én vittem őt a műsorba, egyébként mindenkit én vittem a műsorba, tehát én szedtem össze a stábot, és amikor a Zsuzsa kidőlt, mert nem bírta tovább, tehát azt mondta, hogy ezt ő nem bírja, konkrétan megvan, elrontott valamit, és hát, tehát a Sanyika addig piszkálta őt, hogy legyen közeli egy négy kamerás felvételen, legyen közeli mindenről, hogy elfelejtett totált adni a rendező, és azt mondta, hogy ezt a stressz nem bírja, és akkor ott hagyta a Zsuzsa. A Vitrainak volt egy ezt megelőző műsora, a Telefere, annak előtte talk show, ez volt az első magyar talk show, az is ilyen hatással volt, csak nem ment ilyen hosszan, és akkor a Friderikusz azzal borzolta fel a kedélyeket, hogy világsztárokat hozott ide. Az első az Entai Péter volt, aki ezt a nemzetközi kapcsolatrendszert elindította, utána jött az Andrea, Tóth Andrea, és utána jött a Bóna Ági, és hát ezek a lányok, ezek halálra dolgozták magukat. Tehát, és a Friderikusz tényleg azt várt el, hogy ezek hajnali kettőkor még ott üljenek a Telefax mellett, és ne is menjenek haza. Ezt várta volna tőlem is egyébként, de hát... Nekem azért volt akkor már egy kisfiam, meg egy feleségem, meg egy családom. Tehát ennek nem örült. Tehát egyrészt örült, hogy neki is van egy családja, de nem örült, hogy nem dolgozom éjjel-nappal neki. Azt fokinterjúban elmondtad már, hogy igazából ez volt neked anyagilag a legjobb korszakod. De nem a Friderikusz miatt. Pénzt kerestetek. Én személyesen sok pénzt kerestem. Én kerestem rengeteg pénzt, meg ő keresett rengeteg pénzt. És ő többet, mint én. Neki is volt egy számlája, nekem is. És az irodát felesben fizettük, a titkárnőket felesben fizettük, a reprezentációt felesben fizettük, miközben én nem használtam se az irodát a Vörösmarty téren, se a titkárnőket, se a reprezentációt, tehát részben finanszíroztam a Friderikusz műsorát. Ezt mind elmondtad már sokszor, csak azt nem mondtad el még soha, hogy volt arról bármilyen gondolatotok, hogy miközben nektek nagyon szaladt a szekér. Igen. Azért a társadalom döntő többsége mégis csak úgy érte meg a rendszerváltást, mint egy ilyen nagy, súlyos, egzisztenciális bezuhanást. Annyira röstellem, hogy nem is tudtam azt, hogy abban az időben, amikor én a csúcson voltam, 8000 embert elbocsátottak a Videótonból. Talán jól emlékszem erre a számra. Az 8000 család, vagy 6000 család, mert többen is ott dolgoztak, és a perifériára kerültek, kilátástalan helyzetben. A hírt azt olvastam, de annyira oda voltunk attól, hogy mi dolgozunk, önmegvalósítunk reggeltől estig, nagyon keményen dolgoztunk reggeltől estig. Tényleg napi 20 órát dolgoztunk, na de hát ez nem munka. Ez nem munka a Gundelben világsztárokat megóvni attól, hogy berúgjanak nagyon, meg felvételt vezérelni, meg műsort vezetni, ez szórakozás. Tehát, hogyha ha megengedhetném magamnak, fizetnék azért, hogy csinálhassam. De vakok voltatok akkor ebből a szempontból? Igen. Igen. Az Élet is irodalomban jelent meg például cikk arról, hogy a Friderikusz megvett tévésorozatokat, amelyeket a beszerzési költségén jóval felülárazva, háromszor, négyszeres áron értékesítette a Magyar Televízió részére. Vagy például, hogy kiszámlázott egy bizonyos összeget műsoráért, majd pedig más típusú szolgáltatásokért szintén kiszámlázott ilyen típusú összeget. Jó, hát nem egy dörzsölt üzletember volt az én barátom. Dörzsölt üzletember, vagy könyörtelen kapitalista? Hát most mi a kettő között mi a különbség? Mi miatt volt ekkora üzleti érzéke szerinted? Hát mit tudom én? Nem tudom. De könnyörtelen főnök volt? Nem tudom. Hát nekem nem volt a főnököm. De láttad, hogy dolgozik? Hát nagyon bunkó volt. Amire te célzol, az a történet. Pontosan tudtam az előbb is, hogy mire célzol, csak hát gondoltam, hogy fussál még egy kört. Tehát az a történet, most nagyon csúnyán nézel rá, most nagyon csúnyán csillog a szemed, az a történet, amikor nem fizetett nekünk a televízió. Tehát az volt az az időszak, hogy állandó gondja volt a tévének a fizetéssel, és késve fizették ki a számlákat. És
És ebben nagyon nagy vita volt közöttünk, hogy én mondtam neki, hogy azt ő nem teheti meg, hogy mi ne fizessük ki az embereket, mert ezek az emberek egy konkrét bérből, fizetésből élnek, nem keresnek ennyi pénzt, mint mi, nem extra profitból élnek. Hogyan tudtál ennyire kisodródni a közös üzletből, a közös cégből, ha egyszer te voltál az, aki szponzorokat keresett, aki pénzt hozott be a produkcióba, tehát hogy miért hagytad ott végül egyébként aranybányát. Hát egyrészt, mert nem voltam benne igazán soha, tehát úgy állapodtunk meg, hogy mindenki csinálja a saját üzletét. Azt, hogy a szponzort én vittem a Contraxot, az meg azért volt, mert én a Mihály Zsuzsával nagyon jó barátságban voltam, tehát a Contrax készfizető kezességet vállalt azért a 18 millió forintért, amit felvettünk. Ebből csinálta meg a Friderikusot, hogyha nem tudjuk visszafizetni, akkor mint ügyvezetőt engem ültettek volna le. Na most ehhez képest ezt a könyvében meg sem említette. Tehát az eleganciáról ennyit. Most, miért vállalt el akkor a kockázatot érte? Nagyon kell szeretni a másikat, hogy az ember ilyesmit vállaljon. Hát vagy nagyon, hát egy nagyon, hát hogy az ember a legjobb barátját persze, hogy nagyon szereti. De bocs, egy legjobb barát? Hát akkor a legjobb barátom volt, igen. Most már nem. Ettől meddig tart ez a periódus, amikor a legjobb barát? A legjobb barátodnak tartod? Hát talán addig, amíg a lányom 2 éves lett, és ki nem sétált a családi életből, talán 83-tól. Hát 83-tól 94-ig talán. 10 éven keresztül? Igen. Ehhez képest mondom, sehol nem említett meg, ezt nem is említett ezt az egészet, mint hogyha ez teljesen lényegtelen lenne, tehát mint hogyha nekem nem lett volna ebben ekkora kockázatom, meg ekkora érdemem, de ettől függetlenül sem bosszú könyv, amit írtam. Csak legyen meg. Tehát legyen meg, hogyha egyszer a dédunokám, vagy ükunokám, vagy az ő dédunokája, ükunokája, vagy valaki el akarja olvasni, akkor... Benned fájdalom van. Már nincs, mert... De volt. Írtam, hát amielőtt megírtam, hát hogy a csodában-e? De hát azért, mert hiába próbáltam neki elmondani, nem tudtam. Hajdúnak is el akartam mondani, és a Friderikusznak is, és hogyha a Hajdú megértette volna, hogy mi a bajom vele, akkor lezártuk volna. Most már érti. Ha a Friderikusz megértette volna, és meghallgatott volna, lezártuk volna. És tudtunk volna egy új lapot kezdeni, és együtt közösen dolgozni. De nem, tehát ő meg se akart ezt hallgatni. A Friderikusz szerintem megsértődött azért, hogy nem ő az egyetlen és legfontosabb az én életemben. Tehát ő azt nem tudta megbocsátani, hogy nekem a munkán kívül más is létezik. Na, nota bene, az ő munkáján kívül, mert az én munkám az nem érdekes. Megmondom, miért gondolom, hogy bosszú kötet ez? Akkor legyen bosszú kötet, hát bosszút álltam. De, igen. Mert azért vetemedsz benne eléggé méltánytalan megállapításokra. Biztos is, igen. Egyet idéz. Fogok. Elhoztam én is a könyvet, itt van nálam. Nekem adtál belőle 6 példányt, úgyhogy... 6-ot adtam tényleg? 6-ot adtál, igen. Nem fogy. Így fogalmazol egy ponton, ugye leírod azt, hogy 3-an voltatok benne a cégben, és volt egy marketinges, akit a Friderikus hozott. Vilányi Csaba, igen. És azt mondtad, hogy behozta a cégbe ezt egy korábbi osztálytársát, akiről annyit mondott, hogy nagyon tehetséges marketing szakember, de főleg nagyon szépen fut. Igen, hát ez így van. Órákig áradozott arról, hogy a fiú milyen szép technikával futott annak idején a tornaórákon. Igen. Furcsa volt a lelkesedése, bár az igazat megvan, én is tisztán emlékszem, hogy az általános iskola legszebb menő lánya, Zsuzsa, milyen volt tornadresszben, melltartó nélkül. Hát ez igen. Mindenjen értjük, hogy mire utalsz itt. Nem. Gábor, mindenjen értjük, hogy mire utalsz itt, én csak azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon durva dolog, abból a szempontból, hogy te bizalmas vagy ennek az embernek, és megerősítesz, és lebegtetsz egy olyan pletykát vele kapcsolatban, amihez nekünk semmi közünk. Na, akkor álljunk itt meg. Tehát itt arról van szó, hogy a szexuális... hogy mi a szexuális identitása valakinek. Mondjuk a Friderikusznak. Fogalmam nincs róla, és nem is érdekel. És marhára nem erről is érdekel. Érsz, és erre utalsz. A Gilányi Csaba, akiről szó van, egy nagyon tehetséges, marketinges fiú volt. És nagyon nagy baj volt, hogy nem maradt ott a cégben. De ő nem azért hozta oda a Csabát, mert tudta, hogy egy jó marketinges, hanem azért, mert szerette őt. Régről, mint barátot, mint kollégát. És ez teljesen antagonisztikussá tette az együttműködésünket, mert szimpátia alapon ment, és nem szakmai alapon. De azt érted, Gábor, hogy te itt azzal élsz, értem, ugye egy a Friderikusz személyét övező évtizedes városi legenda és pletyka kapcsán insinuálod őt?
Érte, így, hát ez igen, ez... Ezen bosszú? Tessék? Hát elég szemét mondat, igen. Elég szemét mondat. Megköveted? Ezért a mondatért? Hát ezért a mondatért megkövetem, én sokkal elegánsabb vagyok, mint ő. Tehát én, nekem ezt nem kellett volna leírni, ezt az egész történetet egyébként. Egyébként a Hajdúval kapcsolatban sem kellett volna leírni. Igen? Egy csomó dolgot, igen. Igen, igen. Tehát most nem írnám meg. A legnézettebb szó az volt. A mondat első részével nincs baj, a második része azt nem kellett volna beleírni, igen. A legnézettebb szó az volt, amikor elhoztátok az akkor éppen futó Dallas egyik nagy sztárját, Larry Hagmant. És ott valóban megmutatkozott a te reklámszakemberi kiválóságod, mert megérezve a lehetőséget, képes voltál rávenni Larry Hagmant arra. Nem, ő vette rá, ő vette rá. Igen? Nem, ez nem a te ötleted volt? Az ötlet az enyém volt, de a Larry-t ő vette rá. Na jó, a lényeg az, hogy Larry Hagman beállt a MOL reklámarcának. Nézzük meg most ezt a felvételt, hogy is nézett ez ki, és aztán muszáj elmesélni, hogy ezt hogy tudod létrejönni. Ez egy zseniális film. Magyarországra kellett jönnöm, hogy egy ilyen jó minőségű olajat találjak. Kránitz Lajos. Kerier Maximol 99, a MOL RT gyártó, és ezért ilyen kiváló. Higgyenek nekem, ha valaki én, értek az olajhoz. Hát na várj, állj! Egy. Mennyit kapott ezért a Larry Hagman? Nem mondhatom meg. Ugyan már eltelt már ennyi idő. Nem, azt tudom, hogy mennyit kaptunk a reklámfilmért, azt el tudom mondani. Na, mennyit kaptatok? Nem tudom, hogy üzleti titkot sértem. Biztos, hogy nem 30 év telt el az. Jó, én azt tudom, hogy 2 millió forintot kerestem rajta, és a Larry Hagman többet kapott. Szerintem egy zseniális reklámfilm. Tehát 14-szer ment összesen a magyar televízióban, mert levették. Mint reklámszakember azt, vagy reklámhoz értő ember tudott, hogy 14 sugárzás az nulla, tehát az észlelhetőség. Miért vették le? Mert nem volt érdeke a új ügynöksége lett a MOL-nak, és annak az ügynökségnek nem volt érdeke, hogy ezt a filmet sugározza, nekik az volt az érdekük, hogy ők új filmet. Tehát ezt személyesen a Parik László fúrta meg? Hát most, hogy így rákérdezze, lehet, hogy ő volt az ügynökség vezetője utána. Nem tudom, hogy ki fúrta meg, de azt hiszem, hogy a Parikék lettek az ügynökség. Azt, hogy ki fúrta meg, honnan tudom? Figyelj, én sorra vesztem a rágalmazási pereket, hát ne vicceljél már. Nem tudom, hogy ki fúrta meg. Úgy emlékszem, hogy amikor levették, akkor egy HP alapnevezetű ügynökség volt a MOL-nak az ügynöksége. És akkor nem a Palik László, ezt nem tudod megerősíteni? Hát, hogy ki fúrta meg, azt nem tudom, de hogy a HP alap az a Héderé volt, meg a Paliké, azt tudom. A Héder meg nekem jó barátom volt. Héder Barna korábban. És azért a Héderrel meg a Palikkal szerződött le, mert a Palik sokkal jobb üzletember volt, mint én. Kimentem forgatni a budapesti nemzetközi vására, és azt látom a MOL standon, ahová mentem riportot csinálni, hogy a Palik Laci játékot vezet gyerekeknek, hogy ilyen olajos flakkonokból hogy építsünk piramist. És röhögtem rajta, hogy ez a hülye Palik, hát eladja a lelkét, valami pénzet, milyen megalázó. Hát azért mégis egy televíziós, akkor itt izéket építgett a gyerekekkel, gúlát a kiállításon, hát milyen ciki. És összebarátkozott közben a MOL vezetőkkel, ez alatt a másfél hét alatt, és megdumálta őket, hogy ők legyenek az ügynökségük. Ennyi. Tehát ő egy jó üzletember volt, én meg egy hülye voltam, én kirögtem a Palikot, és 2 évvel később én rakosgattam a gulát a gyerekekkel, hogy legyen valami megélhetésem. Tehát egy időben, amikor nagyon jól ment, megfeledkeztem arról, hogy nem vettem észre azt, hogy mekkora bajban van az ország pont a rendszerváltás idején. Azért, mert nekem akkor volt munkám, meg felfelé ment, és az országnak meg akkor ment lefelé. Hajdú Péterről nagy érzelmi elragadtatásra tudsz beszélni, Pótapának nevezed magadat az esetében, de igazából szakmailag soha nem láttam tőled olyan nyilatkozatot, amiben bármi nem olyan ismerést is tudnál neki tulajdonítani. Miért kötődsz akkor mégis hozzá? Volt, tehát például a humorát, azt a humoráról jót írtam, tehát van humora, és arról jót írtam, és vannak jó... Ez nem egy szakmai erény. Tessé? Ez nem egy szakmai erény. A műsorvezető esetében, hogyha vicces show műsort vezet, hogy ne lenne? Hogy jól tud poentírozni, azt mondod? Helyenként igen, időnként, és most ismétlik a névsorokat, 13-14 évvel ezelőtti névsorokat, és most, ahogy nézem, egész jó műsor, akkor nem néztem meg, nem tudtam megnézni. Tehát rosszul voltam magamtól. Miért?
de nem szerettem ezt a... Nem éreztem jónak, most jónak érzem. Miért ültél be, hogyha nem volt komfortos? Pénzt keresni. Producerként is keresettél volna pénzt. Nem, akkor sehogy. Akkor nekem ez az egyetlen egy lehetőségem volt már. Nem így kell ezt csinálni. Kényszerpárosai voltatok egymásnak? Egy időben kényszerpárosai voltunk, volt egy rövid időszak, amikor nagyon jól tudtunk együttműködni, és akkor a végén, amikor politikailag szembefordultunk egymással, tehát a politika miatt, mert? Akkor megint kényszerpáros voltunk, mert átpártolt a Fidesz-KDNP oldalra, én meg maradtam ellenzéki. Én onnantól kezdve voltam nagy Gyurcsány rajongó, hogy láttam egyszer, talán éppen a Friderikus csinálta vele a riportot egy reggeli műsorban, jól beszélt, jól poentírozott, ültek a poénok, kivárt, hát mondtam, hogy ez zseni, igaza volt mindenben, minden közgazdasági kérdésben, és akkor én annyira rajongójává váltam, hogy én nem vettem észre azokat a hibákat, amiket elkövettek kormányzás közben, most ma azt is látom. Nekem a Gyurcsány egyszer azt mondta, hogy én mindig rossz politikai döntéseket hoztam, erre én azt válaszoltam meg, hogy ezt pont te mondod, Feri. Itt nem loptam be magam a szívébe, de igaza van. Szájba mondtad neki? Hát ezt hát valamivel azelőtt, hogy kirúgtak az önkormányzattól, hát pár évvel ezelőtt. Névsorban mennyiben kellett politikai kompromisszumokat hoznatok? Szerintem nem kellett, egyetlen két vitánk volt, két ilyen nagyon nagy vitánk volt, mind a kettőben alul maradtam, és szégyenletesen behúztam a fülem farkam. Az egyik egy pornószínésznő volt, akit azt mondtam, hogy na hát, ha ezt behívják, akkor én most azonnal hazamegyek, behívták, és nem mentem haza. A Tordján József volt a másik, ahol azt mondtam, hogy ha a Tordján behívják, akkor én nem vezetem a műsort. Behívták, kellett a pénz, egy kritika azt írta, hogy Dömsödi, Hajdú hülyeségeket beszél, Dömsödi meg ott ül mellette, és számolja a pénzt. És ez teljesen igaz volt. Legalább egy politikatörténeti nagy pillanata volt a névsornak, nevezetesen, amikor a mai külügyminiszterünk, akkor még szájjel kismadár, szóvivői minőségében dalra fakadt a műsorban. Hát nézzük meg ezt, hogy sikerült. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, son a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kismadár, nézd meg, merre jár. Ja, hát, most minden politikai értékítélettől mentesen, de miért kell ezt csinálni egy emberrel? Hát vicces. Hát olyan jót röhögtél rajta. Hát ne, én nem röhögtem rajta. Szánalmas. Nem szánalmas. Miért kell? Miért hogy ne lenne szánalmas, ne hülyeskedjél, mert így hangot nem talál, ez szerencsétlen. Hát ez annak probléma. Ennek kirakjátok. Ez annak probléma, akinek van hallása. Tehát nekem, most, akinek, Gábor, hát ez nem kell hallás. Nincs, figyelj. Mindenki ismeri az eredeti dallamot. Akkor most elmondom neked, azért, mert ez a Szijjártónak marha jó. Mert ettől népszerű lett. Hogy a ettől? Hát ettől. Rajta rög a fél ország. Hát lásd csodát. Igen, emberi. Ettől emberi. Hát ettől sokkal szimpatikusabb nekem, mint attól, amit most művel. A Szijjártó itt sármos volt, kedves, humoros, értelmes, ez meg hamis. Hát most, de ez egyébként, az esendőség az szavazatokat hoz. Az esendőség, igen, de a hülyének mutatás. Én sem is azt, hogy politikai hozzáhasznod, vagy sem véleményes, de hogy műsorkészítői szempontból etikus-e így eljárni? Abszolút mértékben. Ide nekem, de miért lenne etikátlan az, és akkor most akkor, mert a Szijjártó hamis volt, azért ezt a blokkot vágjuk ki, vagy ne rakjunk bele ilyen blokkot egyáltalán. Tehát én például soha nem vállaltam azt, én sok szilveszteri műsort vezettem, hanem sokat többet. Tehát több, mint hármat. És a végén már beleírattam a szerződésembe, hogy a műsorvezető nem énekel, nem táncol. Mert ezt képest a Live TV-n az nem sikerült, hogy elkerülni. Az mi volt a Live TV? Hát most a legutóbbi szilveszteri műsorod. Hát azt nem. Hát pont ezért szivattak meg. Hát ezt a Hajdú pontosan tudta, és hát most mit lehet csinálni? Hát
ezt te hogy oldanád meg, hogyha ott vagy, és nem tudod, hogy ez lesz, és belekerülsz. Hogy oldanád meg úgy, hogy ne csinálj magadból hülyét? Azt nem tudom. Én elmondom neked, hogy én hogy oldanám meg. Nézd, bocs, először nézzük meg, hogy konkrétan hogy oldottad meg. Hát úgy, ahogy ezt kell. A szilveszteri műsort, meg egyáltalán, amikor a kázi a viszonyatokat rendezendő elhívott a Hajdú Péter a műsorába, aztán pedig a Live TV-nek elhívtak a szilveszteri műsorába is. Ebben most nézzünk meg egy összeállítást, és aztán beszéljünk erről. Én a Hajdúnak, hát remélem, hogy ezt nem hallja, és nem is fogja soha látni, mert nem szeretném dicsérni. Milyen vicces. De egy kicsit mindig is az apjának képzeltem magam a pókapjának. Mi az, nekem is a Klári rúzsa van a számon? Szerep, nektek szara a rendszeretek. Egy családi ünnepségen. És ezért mindig aggódva néztem azt, amit ő csinált. Hát mint a Gesztesi és Károly Klári rúzsával. Amióta nem találkoztunk, az én véleményem szerint sokkal jobb embernek. Pénzt akartál keresni ezzel a könyvvel? Igen, persze. De Gábor, ez a könyv ez nagyon sértő volt. Az, ami velem történt, az is sértő volt. De ez össze van vágva rendesen. Sarkítottad, az bántó volt. Megváltoztál. Nem az az ember vagy, mint aki akkor voltál. A feleségem beteg. Amputálták a fél karját. És jelen pillanatban a Krista tart el téged, úgyhogy ilyen állapotban van. Igen. Összezárva Hajdú Péterrel, pénteken este a Live TV-n. Hát elég bírástok, jó reggelt, kérdezem, hogy Gábornak. Hát miért szervusztok, jó reggelt, hát bemutassam nektek Hajdú Pétert, tehát ezt az előzetestől vágta össze. 10 évig vezettem vele műsort, és össze voltam zárva vele egy napig, a kapcsolatunk azóta megváltozott, újra jóban vagyunk, hölgyem és uraim, itt van velünk. Dömsödi Gábor! Na ő igazán utál, az Ábel Anita. Magányról álmodik a remény, ha nem jöttél, na. Hogy kerültél ebbe a helyzetbe, Gábor? Ja, most hát úgy, hogy itt most a szemétség szemétsége van, tehát egy összevágott előzetesből bejátszást. Tehát is megkezdett, hogy hogy kerültem ilyen helyzetbe. Most bocs, én az éneklést kérdezem, a többiről mindjárt beszélünk. Énekeltem szerinted? Így kell megoldani. Ezt a helyzetet, ezt így kell nem énekelsz. Tehát ha belekerülsz egy ilyen helyzetbe, ez egy csapda helyzet. Miért állít neked a Csabát a Péter, hogy közben arról van szó, hogy most már rendeztétek a viszonyatokat? Mi? Mert szórakozik velem. Ez a pótapjával? A pótapja. Jaj, figyelj, te hány, mindig megkérdezem, de elfelejtettem, hány éves vagy? 38? Nem, még csak 6. 36 éves vagy. Hát azért már ne legyél már gyerek. Segíts megérteni valamit. Miért van az, hogy... Mindenben. Akár Hajdú, akár Friderikusz felé a szeretetedet, azt ilyen familiáris viszonyokon keresztül írod le. Friderikusznak a bátyja vagy. Nem, azt mondtam, hogy ő a Hajdúnak, bátyám. Akkor az öccse vagy, Hajdúnak pedig a pótapja vagy. Hát ezt nem tudom, de hát majd megyek hozzád, és fejtsél meg, fogalmam nincs róla. Hát ilyet, hogy én familiáris viszonyokon keresztül írok le valamit, ezt még nem jutott eszembe, nem tudom. De majd, hogyha 15 ezeret fizetek ülésenként neked, mint pszichológusomnak, akkor lehet, hogy megfejted. De nem, a te reflexiód érdekelne erre. Hát mert a család az sokkal fontosabb, és hogyha valamit ki akarok emelni az átlagból, akkor de nálam a barátaim azok ugyanazon a helyen szerepelnek. Tehát nekem van 5-6 olyan barátom, akik olyan mértékben támogattak minket, hogy az elképzelhetetlen, és hogyha nem lennének, akkor már nem, tehát akkor most mint nem beszélgetnénk, tehát valószínű, hogy... Most bocsánat, pillanatra az elsikadtunk itt valami mellett, amit most kimondtál. Mit mondtam ki? Lehet, hogy már nem lennél itt? Hát hogy lennék itt? Hát ezt amin én átmentem 2010 óta, nem amin én, amin mi átmentünk 2010 óta, azt barátok nélkül nem lehetett volna átvészelni, tehát én minden munkámat elvesztettem. Depressziós voltál? Hát szerintem még most is vagyok egy kicsit, igen. Nekem két olyan időszakom volt, amikor nagyon rossz paszban voltam. Mi segített? A munka. A munka, az, hogy ebből kizökkentem. Az első az akkor volt, amikor nem választottak meg polgármesternek Pászton, amikor én 2006-ban volt. Ezt pont miniszterelnök úrnak köszönhetem.
aki ugyanazt a rúst használja, mint én. Tehát ezt miniszterelnök úrnak köszönhetem, mert elmondta azt a híres öszödi beszédet, és addig abszolút esélyes voltam, és hát utána, mint MSZP által támogatott jelölt egyáltalán nem. De akkor nagyon kikészültem. Tehát azt én nem tudtam feldolgozni, hogy én tényleg itt felajánlom, kiteszem a szívem, a lelkem, jó programom van, mindent megteszek. És nem kell az. És nem kell. És ezt nem tudtam feldolgozni. Hát ebben majdnem belehaltam. Na, az egy sűrű depresszió. Volt öngyilkosság gondolat? Jaj, nem, az nem. A gondolatom az volt, azt talán meg is írtam a könyvben, hogy gondolatom az volt, tehát azt mondtam, hogy hát ennek véget kéne vetni. De komoly? Vagy... Azt mondom, ez 2010-ben volt, az utcára kerültem, és tehát nem volt semmi. Minden munka megszűnt. 3 vagy 4 lábon álltam, és minden munka megszűnt, és ott álltam, és a telek végében, és azt mondtam, hogy ennek nincs így értelme, a gyerekek felnőttek, önállóak, a feleségem még szép és fiatal, tud önálló életet kezdeni, talál magának valakit, én meg mit szenvedjek, itt marha jó életem volt. És akkor így álltam, és így néztem a kertet. Én nagyon, nagyon szeretem a kertet nézni, nőnek a fák, tök jó. És néztem a kertet, és mondtam, hogy de röhögtem magamon, tehát ez most az én depressziómat ne úgy képzeld el, hogy ilyen, hanem hogy röhögök magamon. Tehát ugye a vicces oldalát nézem ennek. Tehát kívülről látom, és röhögök azon, hogy milyen hülye vagyok, de eközben komolyan gondoltam. Tehát ha felteszed a kérdést, hogy volt-e komoly ilyen szándékom, akkor igen, de hogy milyen formában, azért az meghatározza. És mondtam, hogy jó, de hát azért az mégse lehet, hogy én csak úgy elmenjek ebből a világból. Tehát ha be kéne fejezni a könyvben, hogy maradjon utánom valami, hogy a történeteim meglegyenek, legalább, hogy el akarják olvasni, várj egy picit. És olyan lassan írtam meg a könyvet, hogy utána elmúlt ez a... Ez már megjött az életkedvem. Megjött az életkedvem, igen. Te korábban állítottad azt, hogy a Hajdú sokat tett azért, hogy te ne tudj elhelyezkedni a tévében, de igazából soha nem mondtál konkrétumokat. Tudsz ilyet mondani? Tovább vihettem volna valamilyen formában a Népsort, vagy egy hasonló formátumot, azt effektíven megakadályozta. Mert... Hát, a rendszerváltástól kezdődően 2010-ig ennek a két osztatú, vagy több osztatú politikai szintérnek a pártfinanszírozási intézménye is volt minimum a köztévé. 2010-ben egy másik időszámítás következik, annak is megvannak a problémái, nem akarom eltagadni, de engem most az érdekel, hogy a 2010 előtti időszakról hogyan gondolkodsz? Hát a 2010 előtti időszakról úgy gondolkozom, hogy az egy szúnyogcsípés volt, most pedig rakétával lőnek rád. Tehát körülbelül ez a kettő közötti különbség, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha most akkor beszéljünk csak arról, borzasztóan helytelenítettem. Tehát a szúnyogot is lecsapom. Én mindenféle korrupciót, mindenféle rejtett... Te felszeszem, láttad azt, hogy hogyan működnek ezek a korrupciós láttam. Erre mondta azt valaki, hogy akkor kilopták a pénzt, most meg teherautóval szállítják el. Már nem lehetett csak egy jó produkcióval labdába rúgni. Tehát már valakinek vissza kellett volna adni pénzt. Mondok neked egy konkrét példát, hogy milyen volt. Akartam indítani egy műsort, és nem azért nem mondom a nevet, mert nem mondanám a nevet, akkor se, ha tudnám, de nem is emlékszem rá, hogy ki volt. Volt egy főgyártási ember, akihez be kellett menni egy műsor költségvetésével. Bementem hozzá, leraktam, benne volt a 20%-os hasznom, körülbelül ez egy ilyen tisztességes műsorgyártási haszon. És azt mondta, hogy hát ez nem jó az a költségvetés. És mondom, miért nem jó? Azt mondta, ez egy nagyon alacsony költségvetés, mi már ilyen vackokat nem csinálunk. Ez egy gyenge kiállítású dolog, legyen ez magasabb, ez a költséget. Azt mondod, hogy legyen magasabb a költséget, és nem alacsonyabb? Azt igen, mert másik televízió. Azt hányban volt? Nem tudom, nagyon régen, nem tudom. És Hajdú előtt volt még. Lementem, beleírtam még ilyen kamerát, olyan kamerát, steadicamet, amit el tudsz képzelni, több lett a költségvetés. Ránéz a pasas, egy pénteki nap volt, ránéz a pasas, azt mondja, de ez most már jobb? De ebben hol vagyok én? Nagyon hülyén néztem rá, és mondom, nem értem azt, hol van az én részem? Hát mondom, hogy? Azt mondom, én kapok. De ültünk az irodájában, tehát egy pillanatig nem tartott attól, hogy én felveszem, vagy mit tudom én, mi leszem. És mondom, és hát az mennyi lenne? És akkor azt mondom, ahogy gondolod. Fogtam magam, hazamentem, és mondtam a feleségemnek, hogy ez történt, és nem, akkor nagyon kellett volna egy munka.
és különböző periódusok voltak, voltam, amikor sok munka volt, voltam, akkor kellett, és mondtam, ez erkölcsi kérdés, hát mi legyen? Hát választ kell adni. És kirúgták a pasast, képzeld el, hétfőre. Tehát nem tudom, hogy megbuktam volna a próbán, vagy nem buktam volna meg a próbán, mert nem döntöttem el, hogy most korrupt leszek, vagy nem leszek korrupt, lefizetem, vagy nem fizetem, mert az is korrupció. És kirúgták szerencsére hétfőn a pasast, úgyhogy így ez a dilemma, ez megold. De később ilyen alakokat te nem kötöttél, azt mondod. Én soha nem kötöttem ilyen alakokat. Hajdú Péter szerinted kötött? Szerintem neki meg nem kellett kötni. Azért gondolod, hogy a miniszterelnök nevelt lányának ahhoz, hogy valamilyen pozíciót elérjen a tévében, le kell fizetni valakit, hát akkor nagyon nagy lenne a baj. Azt szerintem ma se kell. Van egy ilyen izgalmas fenomén szerintem a pályafutásoddal kapcsolatban, hogy igazából két típusú hatalom működtetésében, gyakorlásában telt el a szakmai pályafutásod. Ugye ott van a közfigyelem, hatalma, a média, és ott van a közhatalom, a politika polgármesterként. Én tudom, hogy polgármesteri pozíciódra nem politikai tevékenységként gondolsz, vagy azt nem gondolod párpolitikai tevékenységnek, majd erről is beszélünk, ez a dilemmára szerintem ez érdekes, de hogy erről te hogyan gondolkodtál, mert hogy közben meg végig mindig azt hangsúlyozott, hogy te azért is nem futottál be nagyobb pályát, mert ragaszkodtál a tisztességedhez, és hogy ez egy balek attitűd volt. Hát most is az, persze. És hogy nagyon ragaszkodtál a függetlenségedhez is, miközben hát azért a hatalom gyakorlása pont nem erről szólna. Persze. És nem is ragaszkodtam mindig a függetlenségemhez. Tehát én ugye beléptem a DK-ba 2 vagy 3 hónapra, tehát azért azt sem mondhattam el, hogy nem voltam pártag, meg indultam MSZP támogatással, meg LMP támogatással is indultam, tehát nagyon, majdnem minden pártból átvertek, egyetlen egy pártból nem vertek át, hát azt nem tudom, hogy ki tudod-e találni, melyik az egyetlen párt, ami nem vert át semmivel. Hát soha nem találnád ki, a Jobbik. Tehát egyrészt nem kértem tőlük semmit, másrészt meg ők tették lehetővé azt, hogy indulhassak az előválasztáson, ahol csúfosan elbuktam. De hát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy én a Jobbik listájára kerülnék be a parlamentbe, hát érdekes is lennék ott. Na, akkor gondolkoznék az öngyilkosságon elég erősen, ha most ott lennék egy jobbikos képviselőként a parlamentben, úgyhogy nem tudok kilépni. Az egyik interjúban mondta egy érdekes adalékot a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy 2006-ban Eduardo Rózsa Flores, mint Fidelitas tag, megkeresett téged azzal, hogy legyél képviselőjelöltje a Fidesznek, vagy hogy Fidesz-es polgármesterjelöltje. Induljál. Én nem tudtam, hogy Rózsa Flores az Fidelitas tag lett volna. Hát most úgy keresett meg, de szerintem az volt. Ezével jött ráadásul a Bíró Márkkal, aki országgyűlési képviselő volt mostanáig. Ugye ez a Bíró Márk, aki a városi legendák szerint eljuttatta az összödi beszédet a Kósához, a Flores-től. Na de amikor ott ültek nálam a Flores-szel, akkor csak azt néztem, hogy egyiknek nagyon sáros volt a bakancsa, és hogyha a feleségem hazajön, akkor kivág mindannyiunkat. Milyen emléked van Rákai Filipről? Rákai Filipről baromi rosszak. Hát annél tehetségtelenebb ember a Földön nem volt. Tehát én nem tudom, hogy milyen lesz a Petőfi film, de annál rosszabb nem lehet, mint amilyen bemelegítő ember volt. De milyen bemelegítő ember volt? Hát ez van a feladata? Rossz. Hát a legrosszabb. Hát nagyképű volt, alkalmatlan, flegma. Azt nem tudta, 3 dolgot kellett egy bemelegítőnek elmondani, hogy rakják el a ridikülőket az asztal alá, vegyék ki a rágógumit, megtapsoljanak. Hát ebből 2 elfelejtett mindig, érted? Ja, kapcsolják ki a mobiltelefont. Semmit nem tudott csinálni, viszont állati nagyképű volt. Megkérdeztem tőle, amikor először találkoztunk, hogy mi a rendes neve, azt mondta, hogy ő Filip. Te mondtam, hogy nem ezt kérdezem, mi a rendes, nem a művész, nem? Ő Filip, anyát. Hát mit lehet egy ilyennel csinálni? Hát egy senki volt, és olyan nagyképű volt. Hát most már van mire nagyképűnek lenni, van AMG Mercia, arra már lehet nagyképű. Hát másra nem. Hát meg jóképű, arra is lehet nagyképű. De akkor még semmi, hát mindenki jóképű volt, még akkor még én is jóképű voltam. Adtál egy interjút Breyer Péternek, amit szerintem ott rossz néven vettél, amit ő kérdezett tőled. Nézzük meg, hogy pontosan hogy zárult le ez az interjú. Mert ez alapvetően azt a kérdéskört érinti, amit most már többször is tárgyaltunk az interjúban, hogy hogyan változott meg az anyagi helyzeted, deklasszálódtál-e vagy sem. A Breyer ilyeneket kérdezett tőlem? Milyen bátor? Nézzük meg. Nekem van egy óriási előnyöm, az, hogy egy érdekes figura. 20 éve Nógrádban dolgozom, főként társadalmi munkában.
Hú, de hangos. Nógrád megyéért, és van egy neve. Hát egy olyan van, mint egy templom és van szegény. Egy, szegény vagyok, igen. De mások megvartagodnak a politikából, te meg nem. Így van. Magyarázd meg nekem. Ez is vágott. Valamiben te nagyon jó vagy. Ez is vágott. És utálok a szemedbe mondani, de abban, amit te csináltál, mint újságíró, mint műsorvezető, mint szerkesztő, nagyon jó voltál. Igen. Miért nem azt csinálod? Abból meg lehet élni, el lehet a családot tartani, jól érezheted magad. Ehelyett templomegél szegény vagy, mindenféle betegséget összeszedsz a hülye politika miatt. Miért? Mondja ő, aki két bottal megy. Te kattan, tehát küldetéstudatom lett, tehát erre nincs más válasz. Erre nincs más válasz, hát küldetéstudatom. De rosszul esett neked, hogy lett templom szegényezett. Mert nem igaz, hát ez, de ez azért esik rosszul, mert a barátaim, akik segítenek, azok azt fogják mondani, hogy mit panaszkodsz. Az emberek, akik sokkal szegényebbek nálam, azt mondják, hogy figyelj, Nógrád megye lakosságának 95%-a, 98%-a szegényebb, mint én. És akkor azt látja, hogy ez a hülye panaszkodik. Bocsáss meg, hogyha van egy ilyen típusú érzékenységed a társadalmi egyenlőtlenségek irányába, ezt miért nem próbáltad beépíteni a műsorkészítési gyakorlatot? Mindig beépítettem. Abszolút mindig beépítettem. A névsorba hogy építed ezt be? Hát mondjuk azt, hogy most csináljunk egy hajléktalansót, és karaokizhatnak. Tehát hogy építed be azt a névsorba? Tehát a névsorban nincs ott a helye. Szóval az utolsó kérdéskör. Én ráérek, én szerettem ezt. Én maradok a következő vendég helyett is. Beszéltünk a depresszió kérdéséről. Igen. Van nálam gyógyszer, ha kell. Mit szerz, azt meg szabad kérdezni? Nem, ez magánügy. Jó, de... hát nem én hoztam fel, te hoztad fel. De mondom, van nálam gyógyszer, ha kell. De egyébként elmondom, frontint szedek. Reggel egyet és este egyet. Szóval szerintem van egy ilyen dolog, hogy a nyilvánosságban hosszú ideig jelenlévő emberek, akikről az alapvetően azt a képet látjuk, hogy hát nagyon egyben van az életük, iszonyatosan fut a szekerük, nagy boldogság, nagy elismertség, stb. Személyesen megismerve őket, azért lehet látni, hogy nagyon komoly mentális problémákkal küzdenek. És most nem arra gondolok, hogy hülyék, hanem arra gondolok, hogy szoronganak adott esetben, olyan sikereket próbálnak hajszolni, amelyek nem elérhetőek, egyszerűen megszűnik az a típusú kapcsolódásuk a világhoz, ami nagyon fontos ahhoz, hogy produktív tudjál lenni, hogy a vitalitásod meg legyen, hogy egészséges kapcsolataid legyenek, és így tovább, hogy az önbecsülésed a helyén legyen, hogy képes legyél figyelni, stb. Stb. Tehát, hogy szerinted neked nyilván nagyon sokat adott az ismertség, sokat adott a televízió. De mi az, amit szerinted megrabolt tőled? Semmit. Én az ellenpélda vagyok. Tehát én, ami nekem depresszióm van, a frontinommal együtt, ez a polgármester választás. Tehát ez a kudarc. Azért ez nagyon kemény volt. Tehát ez nagyon kemény volt az egész családnak. És egyébként nekem meg marha jó családom van. Tehát a gyerekeim, a feleségem, a baráti köröm. Tehát én egy állati szerencsés ember vagyok minden tekintetben. Hogyha a feleségem teljesen egészséges lenne, akkor nem is lenne semmi gondom. Arra a hátralévő időre, ami van. Hát akkor további jó egészséget. Ilyen szünetet kell tartani, ezt tanultuk a Vitraitól. Tehát legalább ennyi szünetet kell tartani, ilyen mondat után. Szünetekben kevésbé gazdag, de egészségben gazdag. Éveket, évtizedeket neked és a kedves családodnak, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm, ez jó volt ez a szünetekben, nem annyira ez jó volt, érdemes veled foglalkozni. Köszönjük, hogy eljöttél. Gyere máskor is. Hát, persze. Ez volt a beszélgetésem Dömsödi Gáborral. Hogyha kíváncsi vagy a teljes, vágatlan verzióra, akkor vagy fizess le a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, vagy ha nincs rá lehetőséged, akkor látogass el a podcast platformjainkra, ahol hangban, korlátozás nélkül ingyenesen is meg tudod hallgatni ezt a beszélgetést, és a korábbi beszélgetéseinket is. Ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megteheted, akkor kérlek, hogy egy like kifejezésével pörgesd az algoritmust az érdekünkben. Én Gulyás Márton voltam, munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.